Eljött az új év, és azt a tervet jelentettük be, hogy az elkövetkezendő egy évnek 21 nagy nemzetközi problémáját járjuk körül az elkövetkezendő 21 hétben. Az első dilemma, amivel szembesültünk, hogy mivel is kezdjük, mi legyen az első probléma, mert hát nagyon sok irányból meg lehet közelíteni a mi kis világunkat, vagy a mi nagy világunkat. Úgyhogy megpróbáltam azt a kérdést föltenni, hogy mi lenne, hogyha egy UFO a világra érkezne, és megpróbálná megnézni azt, hogy mi az, ami legjobban jellemző ránk. És ha itt lenne az UFO velünk, és megnézne bennünket, akkor azt gondolom, hogy egy-két hét elteltével azt mondaná, hogy ezek az emberek ezen a bolygón állandóan vásárolnak. Boltba járnak, tárgyakat vesznek, szolgáltatásokat vesznek, adott esetben egymást megveszik. Úgyhogy ennek a bolygónak a legjellemzőbb vonása, és a mi világunknak a legjellemzőbb vonása az, hogy fogyasztunk. Úgyhogy ebben a mai első adásban a fogyasztói társadalomról fogunk beszélgetni. Az első kérdés, amire válaszolnunk kell, hogy pontosan mit is jelent az, hogy fogyasztói társadalom. A történelem során nagyon sok minden körül forgott már a világ. Forgott a középkorban Isten körül, aztán az újkorban, vagy a középkor végén a rendi küzdelmek körül, még később az osztály küzdelmek körül. De manapság tényleg azt láthatjuk, hogy az életünk az alapvetően a fogyasztás körül forog. Termékeket vásárlunk, ahogy mondtam, szolgáltatásokat vásárlunk, de nem csak ezeket, vásárlunk élményeket, tudást, nagyon sok mindent, emberi kapcsolatokat is. És talán már eljutottunk abba a pontba, vagy arra a pontra, hogy most már önmagunkat is elfogyasztjuk, szellemileg, testileg, lelkileg egyaránt. A fogyasztói társadalom tehát egy nagy kérdőjele a világnak, de mégsem tűnik úgy, hogy ez megváltozna, hiszen itt vagyunk éppen a koronavírus járvány kellős közepén, vagy nem tudom, remélem már végén. Nagyon sok minden megváltozott az elmúlt évben az életünket tekintve, de a fogyasztás nem. Ugyanúgy fogyasztók maradtunk maximum, nem mindig a boltban vásárlunk, hanem online rendelünk, de ami nem állhatott meg, az a fogyasztás. És hát természetesen ezzel kapcsolatban azonnal fölmerül a kérdés, hogy tudunk-e jobbat? Tud-e bárki jobbat a fogyasztói társadalomnál ajánlani? Talán sokan emlékeztek és emlékszünk Fukuyamára, aki azt mondta, hogy a történelem véget ért, ugye a hidegháború végeztével. Azóta bebizonyosodott, hogy a történelem nem ért véget, újabb történelmi korok, újabb történelmi konfliktusok, újabb választások jönnek. De a kérdés úgy is föltehető, hogy a társadalom az véget érte. Mert hogy úgy tűnik, hogy a fogyasztói társadalom annyira erős, és éppen az imént említett koronavírus járvány tapasztalata miatt is, hogy ez nem változik. Senki nem tud jobbat, másabbat, többet ajánlani az embereknek, valami olyat, amit ennyire széles réteg, ennyire sok ember önként elfogadna. Úgy tűnik, hogy a jövő, a 21. század a fogyasztói társadalom tekintetében nem hoz majd változást, maximum a fogyasztói társadalom létezésén belül lehetnek árnyalatok, hogy többet fogyasszunk, kevesebbet fogyasszunk, tudatosan fogyasszunk, vagy ne tudatosan fogyasszunk, de maga az, hogy fogyasztói társadalomban élünk, az úgy tűnik, hogy nem fog változni. Nem kell minden nap boltba járni. Pesgőt nekem! Az első kérdés tehát, amit föl kellett tennem magamnak, hogy lehet-e egyáltalán jobbat ajánlani a fogyasztói társadalomnál, és azt a választottam erre a kérdésre, hogy nem. A következő kérdés, ami meg ebből következik, hogy ez jó-e vagy sem nekünk. Jó-e az nekünk, hogy fogyasztói társadalomban élünk, és azt kell mondjam, hogy bár talán az eddigi mondataimból az volt kiolvasható, hogy nem, de el kell áruljam, van-e nagyon sok pozitív példa, van nagyon sok pozitív hozadék abban, hogy annak, hogy fogyasztói társadalomban élünk, úgyhogy először nézzük meg ezeket a pozitívakat. Point is, ladies and gentlemen, that greed, for lack of a better word, is good. Az első pozitív hozadék a fogyasztói társadalomnak, az pontosan gazdasági. Ha a gazdasági válság van, ami pedig gyakran előfordul mostanában, akkor a fogyasztás, a belső fogyasztás az adott államnak, országnak, közösségnek lehet az, ami éppen biztosíthatja legalább minimális szinten a gazdaság stabilitását. Tehát azzal, hogy fogyasztunk, lényegében a gazdaság stabilitását erősítjük. A másik pozitív hozadék az pszichológiai, hiszen mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy az a matróz, amelyiknek nincs munkája, az előbb-utóbb fellázad. Na most, hogyha a társadalomnak egy olyan tevékenységet ajánlunk, amit talán a legjobban szeret, vagyis hogy fogyaszthat, akkor ez a társadalom, ez viszonylag nyugodtá válik. Az energiáit becsatornázza a fogyasztásba, és ez talán egy turbulens 20. század után, egy pusztító 20. század után nem baj. A harmadik dolog pedig a politika. A fogyasztói társadalom mérhetővé teszi a politika teljesítményét bizonyos értelemben, hiszen az emberek érezhetik a pénztárcájukon, a bőrükön, hogy jól megy-e vagy nem. Mennyit tudnak fogyasztani,
és az ilyen jellegű mérhetőség pedig politikai stabilitást hoz. És ebből következik a biztonságpolitikai hozadéka is, hogy ha megnézzük, azért a fogyasztói társadalmakban a háborúk, a polgárháborúk valószínűsége sokkal kisebb. Vegyük például a két legnagyobb szuperállamot, Kínát és az Egyesült Államokat. Ha ez a két ország nem lenne fogyasztói társadalom, vagy nem élne benne fogyasztói társadalom, valószínűleg már egymásnak ugrottak volna. De mivel fogyasztói társadalmak alkotják az Egyesült Államokat és most már jó ideje Kínát is, ezért egyiknek sem éri meg, hogy komolyabb konfliktust vállaljanak egymással. És végül van egy emberi szempont is, ez pedig az, hogy az mi relatíve jólétben élünk. Tudom, hogy sokan most fölhorkannak, és azt mondják, hogy nagyon sok ember él mély szegénységben, és ez igaz is. De ha nagy átlagban nézzük, és veszünk egy őskori, ókori, középkori, újkori, vagy akár egy mostani fogyasztói társadalomban élő embert, és ha megnéznénk az átlag embert az adott korban, és megkérdeznénk tőle, hogy melyik korban szeretne élni, miután megismerette az összes többit, higgyük el, azért az emberek többsége a mi korunkat választaná, a fogyasztói társadalom korát, mert hogy van mit tennünk az esetek többségében, hál' Istennek. I have been a rich man, and I have been a poor man, and I choose rich every f***ing time. De még mielőtt azt hinnétek, hogy a fogyasztói társadalomnak lettem a nagy szószólója, térjünk is át azonnal a negatív példákra, vagy a negatív aspektusokra, és kezdjük már is az egészségügyi hozadékával a fogyasztói társadalomnak, mert hogyha megnéznénk megint a különféle korok embereit, lehet, hogy mindenki a mi korunkat választaná, de ebben a korban lettünk talán a leghitványabbak, legsatnyábbak a korábbi korok embereihez képest. Elhisztunk, elpuhultunk, elgyengültünk, a természetben már talán meg sem állnánk a helyünket. Tehát egészségügyileg azt gondolom mindenképpen negatív az a végösszege a fogyasztói társadalomnak. És itt van már is az emberi tényező is, mert hogy azzal, hogy fogyasztói társadalommá váltunk, ezzel lényegében az embert leszűkítettük a testi igényeire, vagy a fizikai igényeire, egy jól lakott csimpánz. Ez a fogyasztói társadalom csúcsa. És hát fölmerül a kérdés nyilván ezzel kapcsolatban, hogy ez elége. És nem elég, természetesen az embernek nem elég az, hogyha jól lakott csimpánz, és ez adja a harmadik negatív aspektust, hogy talán a világnak, a világ történelemnek nem volt még olyan korszaka, amelyik pszichológiailag ennyire gyenge lett volna, ennyire sebzett, ennyi depressziós, ennyi szorongó ember lakta volna a bolygót, mint most. Tehát a pszichológiai aspektusa is a fogyasztói társadalomnak negatív, és hogyha megnézzük ezt a szorongó, depressziós társadalmat, akkor azt látjuk, és ez már a negyedik szempont, a társadalmi szempont, hogy egy állandó versenyben vagyunk. Állandóan jobbat, többet, újabbat akarunk, és hogyha ezt nem szerezzük meg, akkor ez frusztrál bennünket. Vagyis egy versenyző, de általában kiégő társadalomban élünk, ahol lényegében senki sem érzi jól magát, sem az, aki a legalján van, mert neki nincs, úgy érzi semmije, sem az, aki a közepén van, mert úgy érzi, hogy nagyon sokat veszíthet, és még többre lenne szüksége, de az sem, aki a legtetején van, mert ő meg úgy érzi, hogy ez sem boldogít. Az ötödik negatív aspektusa az pedig az ökológiai szempont, amiről talán a legtöbbet kellene beszélnünk, ez pedig az, hogy egy fogyasztói társadalom, amelyik mindig többet, jobbat és újabbat akar, az egy állandó túlszaladásban van, és szépen lassan felemészti, elpusztítja a saját környezetét. Aztán a hatodik negatív aspektus a politika szempontja, hiszen hogyha a társadalom tagjai csak fogyasztók, és semmi több, nincsenek már eszmék, nincsenek már eszmei célok, akkor valójában egy dolog számít, hogy meg kell tölteni az emberek hasát. El lehet venni tőlük a szabadságot, el lehet venni tőlük az igazságot, el lehet venni tőlük sok mindent, csak a Tesco-be ne zárjon. Azt meg ne próbálja senki. És innentől kezdve a politika egy aljas játék lesz, ahol krumplis zsákok, teljes flakonok és szavazatvásárlások jellemzik a közéletet. És ebből szorosan következik a hetedik negatív aspektus, ez pedig a kultúrának az elaljasulása. Nem akarok prűd lenni, de ha megnézzük mondjuk egy 50 évvel ezelőtti kabaré, és mondjuk egy mai stand-up színvonalát, akkor azt látjuk, hogy humorban mind a kettő jó. De azért vegyük észre, miközben én is nagyon szeretem a stand-upot és a komédiát és a humort, vegyük észre, hogy egyre alpáribbak vagyunk. Ma már, hogyha nincs a humorban szar, vagy valami zsigeri, akkor már nem tudunk rajta igazából nevetni. Egyre inkább elaljasulunk, és nem csak a humorban, ez csak egy lakmuszpapír, hanem a közbeszédben is. Egyre zsigeribbek vagyunk, egyre vulgárisabbak vagyunk, és egyre inkább lezüllik a kultúra is, úgy, ahogy a politika. Házelnök úr, én tudom, hogy állatidomári képességekkel nem rendelkezik, de kérem, hogy valamit... Megvizsgáltuk tehát a pozitív meg a negatív aspektusokat is, és hát arra a kérdésre, hogy jó-e a fogyasztói társadalom, hogy a mérleg melyik serpenyője erősebb, a pozitív vagy a negatív, erre én azt javaslom, hogy mindenki döntsön, vagy mindenki válaszoljon maga. Én sem tudok.
őszintén megvan, picit hajlok a nem felé, de mivel nem tudok jobbat, ezért egy picit ilyen csapdahelyzetbe kerültem, úgyhogy mindenki dönts el, hogy szerinte a fogyasztói társadalom megéri-e vagy sem. Úgy tűnik, hogy emberi szempontból egyébként megéri, mert hogy az emberek nem tudnak jobbat, többet maguknak elképzelni, mint hogy egy ilyen társadalomban éljenek, és a politika sem tud mást ígérni. Viszont ökológiai szempontból meg természetesen nem éri meg, hiszen vak az, aki nem látja, hogy ez nem tartható, ez nem fenntartható, előbb-utóbb ezzel valamit kezdeni kell, vagy mérsékelni kell a fogyasztást, vagy pedig előbb-utóbb össze fog omlani ez a társadalom. Valahol a küszöbön vagyunk jelen pillanatban. Eljutottunk tehát ennek az első adásnak a végére, hogy aztán a fogyasztói társadalommal mire jutottunk benne, azt nem tudom, mert elég nehéz a téma, sőt, nem is tudjuk valószínűleg megoldani egy adásban, ezért arra kérünk benneteket, ahogy azt az évelei promó videóban is mondtam, hogy vegyünk részt továbbra is ennek a gondolkodásnak az alakításában, vegyetek részt ti is benne. Aki szeretné ezt a beszélgetést tovább folytatni, vagy úgy érzi, hogy gondolata van, az a Pegapol oldalán a másik reformkort keresse, és ott megteheti. Ott folytassuk ezt a vitát, találjuk ki együtt a jövőt, vagy pedig támogassa 21 vlogot a Patreon oldalon, és beszéljük ott meg személyesen, vagy beszéljük tovább ott személyesen ezt a problémát. És van még egy meglepetésem, ezekben az adásokban arra fogok törekedni, hogy mindig legyen valami kis könyvajánló a végén. Most is van, 3 könyvet hoztam nektek. Az első Csányi Vilmos Íme az ember című kötete, ami nem is a fogyasztói társadalomról szól, hanem úgy általában az emberről, az emberi mentalitásról, bár van benne egy kifejezetten fontos rész ebben a témában is, a túlszaladásokról, a túlszaladásainkról. A második könyv az már kifejezetten a fogyasztói társadalomról szól, Hankis Elemér, az Ezerarcú Én című könyve. Ennek az alcíme egyébként az, hogy ember lét a fogyasztói civilizációban. Szóval ő aztán mindenféle tekintetben, mindenféle tudomány szempontjából megvizsgálja a fogyasztói embert, a fogyasztói társadalmat. És végül egy filozófus, korunk egyik legfelkapottabb filozófusának a könyve, Byung-Chul Han, dél-koreai filozófus, a kiégés társadalma. Hát erről ugye beszéltem az adásban, úgyhogy ezt a 3 könyvet szeretném nektek ajánlani, és várom természetesen a véleményeteket. Úgy tűnik tehát, hogy a 21. században a fogyasztói társadalomnak nincs alternatívája, de a fogyasztói társadalom nem önmagától jött létre, hanem valami létrehozta, ez pedig nem más, mint a kapitalizmus. Úgyhogy érdemes föltenni a kérdés, hogy mi lesz a kapitalizmussal, mi lesz a szülőatyával? Annak sincs alternatívája a 21. században? Erre a kérdésre fogjuk keresni a következő adásban a választ, de ne haragudjatok, most mennem kell, mert fontos dolgom van. Sziasztok!